Köszöntöm a Paletta Kulturális Magazin valamennyi nézőjét, ahogy arról már beszámoltunk a hírműsorunkban. Hamarosan láthatják március 22-én a Székesfehérvári Balett Színház bemutatkozó előadását. Nemrégiben a próbán jártunk, tekintsünk meg egy kis ízelítőt, aztán folytatjuk, hiszen stúdiumban várjuk Egerházi Attilát, a társulat vezetőjét, valamint a társulat egyik táncművészét is. Velük fogunk majd beszélgetni, tartsanak velünk! Most hát akkor egy kis ízelítő már itt volt, és sok szeretettel köszöntöm a stúdiumban Krisztina Mormeneó táncművészt és Egerházi Attilát. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Mi köszönjük a meghívást. Hát a nézők talán nem is sejtik, hogy azért egy ilyen kis bemutató az mennyi munkát, meg mennyi erőfeszítést rejt. A stábunk azért ezt láthatta, hiszen fantasztikus, hogy mennyire tényleg intenzív időszak van most mögöttetek, mondhatom ezt, és előttetek is, hiszen még 22-e azért messze van. Hát igen, valóban. Tulajdonképpen a színház művészet egy nagyon intenzív valami, nagyon intenzív dolog, egy slice of time, mondja angol, egy szelet idő, ami nagyon intenzíven él meg a színház csináló ember, vagy az előadó, és intenzív szelete az időnek, vagy egy történetnek ezért. És a táncművészet önmagába véve a mozgás révén egy intenzitást megkívánó dolog. Tehát az a pici szelet, amit itt a bejátszásban láthattunk, az egy nagy tortának a kis szelete tulajdonképpen. És az est címadó darabjából láttunk egy részletet, bla bla bla, nagyon beszédes címe van, tulajdonképpen egy szatirikus korrajz, ha úgy veszem, a kommunikációs zavarokról szól. A táncművészek mennyire intenzíven élik meg ezt az időszakot, ugye egyrészt a próbák miatt is, másrészt meg én gondolom, hogy egy nagyon izgalmas dolog lehet egy alakuló társulatnak a részévében válni, vagy a részesének lenni. Hát igen, nagyon örülünk, hogy van ilyen lehetőség itt a város, és sokat dolgozunk együtt, de persze van az a kapcsolat együtt, hogy nem csak ilyen robotikus dolgozunk, van a művész rész, amit nagyon sokat ad a koreográfus, és mi, mint csoport, próbáljunk itt közbe adni a táncra. Igen, hát tulajdonképpen mi a táncosokkal, akikkel most jelenleg dolgozunk ebbe a formációba, már több éve együtt dolgozunk, tehát ismerjük egymást. Krisztina nem csak a szólistája az alakulóban lévő Székesfehérvári Balettszínháznak, hanem balettmestere is egyben, illetve próbavezető balettmestere, úgyhogy elég sok van a vállán. Nagyon jól ismeri azokat a baletteket, amit én az elmúlt időben, hát elmúlt 10 évben, most már 10 éve dolgozunk együtt. De vannak új táncosok is a már most meglévő társulatban, ők most még végzős növendékek a Magyar Táncművészeti Egyetemről fognak a városba érkezni. Mi egyébként már itt lakunk a városba, itt élünk szeptember óta is dolgozunk a táncosokkal, és van 2 olyan fiatal táncos, aki már ehhez a programhoz is csatlakozott hozzánk, és a későbbiekben majd az alakulóban lévő társulatnak a tagjai lesznek. Ugye többször mondtuk azt, hogy a Székesfehérvári Balett Színház bemutatkozó előadása, meg hogy egy alakuló társulat van, de hol tartunk most Attilában a folyamatban? Hát, mint mondottam, tehát szeptember óta már dolgozunk. Ez egy hosszú folyamat. Társulatot alapítani, illetve egy társulat
arculatát megtervezni, az több éves munka, tehát nem kedről szerdára történik. Most még nagyon nehéz lenne megmondani azt, hogy az annyira rövid idő, nagyon intenzív ugyan, de nagyon rövid idő megmondani, hogy hol is tartunk. Ott tartunk már mindenféleképpen, hogy egy olyan repertoárral rendelkezünk, egy olyan előadással, olyan programmal, amit jó szívvel meg tudunk mutatni a közönségnek. Már volt budapesti előadásunk a Nemzeti Táncszínház meghívására, megtisztelő meghívására, még egy alakulóban lévő társulatot úgymond lábon megvettek, hát ez nyilván a referenciák, illetve annak köszönhetően, hogy én már régóta dolgozom a Nemzeti Táncszínházzal, illetve a táncszakmában, én idestova több mint 35 éve foglalkozom táncművészettel, és tulajdonképpen már ez az előadás nem ebbe a formájában, mert ez egy vadonatúj program, de majdnem ebbe a formájában már Budapesten a Nemzeti Táncszínházba eltáncoltuk, de számunkra nagyon fontos az, és ez a legfontosabb, ha szabad úgy fogalmazom, hogy a fehérvári közönségnek, ami otthonunkba, mert hiszen mostan már szeptembertől Fehérvár az otthonunk, meg tudjuk mutatni ezt, úgyhogy nagyon készülünk erre az előadásra, és tehát maga a produkció is nagyon intenzív, és ez a felkészülési időszak is, és nagyon intenzív. Mennyire könnyű vagy nehéz együtt dolgozni az Attilával? Nyilván, ahogy említette, hogy hosszú évek óta dolgoztok közösen, ez mutatja azt is, hogy akkor jó ez a munkakapcsolat, illetve mennyire jó az, hogy mondjuk a társulatnak vannak olyan tagjai, akikkel már régóta együtt munkálkodtok. Hát gondolom nagyon jó, azért jöttek itt velünk dolgozni, mert tényleg szigorú, amikor kell, és vicces, amikor kell. Szóval van egy valanc, amit nagyon fontos szerintem egy vezető, akivel nagyon szeretünk dolgozni, neki nem bele, nem merges, nem kiabál velünk. De persze mondja nagyon határosan, amikor kell mondani, hogy szeretné látni valami. És mi nagyon szeretünk bele dolgozni, mert mindig ad valami extra, amit nekünk segít fejlődni. És ez nagyon fontos a táncművésznek, hogy dolgozol valakivel, akivel érzed, hogy a kapcsolat nagyon jó, mert nagyon szeretünk vele dolgozni mindig. Szerintem azt a nézők megállapíthatják, hogy nagyon-nagyon szépen beszélsz magyarul, de nem. Köszönöm. Magyar, ugye az anyanyelved. Látszik, hogy hibázok azért sokszor, gondolom. Köszönöm szépen. Spanyolországba jövök. Spanyol vagyok. És gyerekkorod óta foglalkozol tánccal, vagy hogy kezdtél el a tánccal foglalkozni? Hát igen, négy éves voltam, amikor kezdtem táncolni. Nagyon szeretem focizni. Focizni? Gyerekkoromban. És anyukám még annyira, nem nagyon szerette. Annyira nem szedhetszed neki, mert otthon megérkeztem itt piszkos ruhában, meg te lány vagy, egy picit nyugodt meg, és szépen kell sétálni, nagyon bastard voltam. És akkor azt mondta egyszer, hogy tudsz focizni, de mész balett is, mert látom, hogy nagyon erősen itt nagyon fiús. Mert a Spanyolországban nagyon jó a futball, mint tudjuk, hát és ez vonzott. De a balett sem, nem balett hát sem. Igen, tehát nagyon jó oktatás iskolás, van egyébként. Igen. Nagyon igen. Jó a táncoktatás. Nincs sok együttes, de a formáció mondjuk az internet nagyon. Szóval kezdtem, nem nagyon tetszett az elején, mert volt, mint egy büntetés volt a balett nekem. És már utána, 3 éves után már éreztem, hogy jól megy nekem, szép a lábam, a kifejezés, nem tudom, a tanár mindig mondta, hogy te gyere előre, és akkor nagyon tetszett neki, nekem. És már amikor kellett, anyukám azt mondta, ha már nem akarsz, akkor nyugodtan már nem kell csinálni, bár nem kell járni. Mondom, most nem, most nekem tetszik, most maradok. És amikor 12 éves voltam, a tanár azt mondta, hogy Barcelonában, mert én nem vagyok a nagyvárosban. Nem nagyvárosban jöttem. Nagyvárosban jöttem. És a tanár azt mondta, hogy ott van egy nagy intézmény, egyetem, ahol tudok befejezni a studies. Tanulmányom. És mentem próbatáncra, felvettek, és akkor kellett ott lakni, 6 éves,
befejeztem az iskolát, és akkor találkoztam Attilával Prágába először egy workshop. És dolgoztam Magyarországon másfél éve, és utána Csehországba vele, és most visszajöttünk. És közben ilyen szépen megtanultál magyarul. Hát közben igen, még csehül is, amikor egyszerre. Igen, mert a csehországi társulatban azért voltak magyar táncosok, és igen. Akkor az öltöző szinten hát hamarabb tanult meg a Krisztina magyarul, mint a táncosok spanyolul, úgyhogy tudjanak kommunikálni, de a nyelv, mivel hát a világ majdnem minden tánc együttese, így idehaza nálunk is nemzetközi összetételű, hasonlatos ez a sport együttese, vagy egyesületekhez, úgyhogy a nyelv vagy egy ilyen együttesben javarészt angol, De jellemző az például a mi táncosainkra, az is nemzetközi összetételű, természetesen vannak magyar táncosok is, de szeretnének megtanulni magyarul. Tehát már az tervezik, hogy beiratkoznak egy magyar kurzusra, tehát szeretnék. És folyamatosan kérdeznek, hogy mi mit jelent. Tehát azért haladunk. És tetszik nekik egyébként? Hogy tetszik Székesfehérvár nektek, illetve a csapatnak? Nagyon tetszik, nagyon hát, szép város. Nagyon szép város, és hihetetlen, hogy az elmúlt pár évben micsoda fejlődésen ment keresztül, ezt nagyon, nagyon jó látni. Nekem mindig közel állt a szívemhez, én gyerekkoromban sokat jártam ide, ugye hát nincs, én budapesti gyerek voltam. Azért mondom, hogy voltam, mert most már hát lassan 20 éve nem élek Budapesten, mert más, tehát Pécsen is dolgoztam művészeti vezetőként, aztán Debreceni Balettnak voltam egy ideig az igazgatója, és utána 7 évig, Prága. 7 év Tibet, 7 évig nem Prágában, hanem Budweisban, ami nem csak a sörről híres, hanem az elég jó színházuk is van, és egy 65 éves nagy múltra visszatekintő balettársulatot vezettem, és hát onnan tértem most haza, és hát kézenfekvő volt, hogy Székesfehérvár esett, hogy úgy mondjam, a látószögemben, mert mindenhol az országban, nagy régióközpontokban, majdnem mindenhol, ahol megengedhetik maguknak, és virágzik a kulturális élet, létezik balettársulat. Ha kimondjuk azt, hogy Győr, akkor hozzátársítjuk, hogy győri balett. Ha kimondjuk azt, hogy Pécs, azt mondjuk, hogy pécsi balett. Ha azt mondjuk, hogy Szeged, sok minden más mellett, a Pixalámi mellett, kimondjuk, ha bocsánat a reklám. Igen, a szalámi helyett. Tehát, de azt gondolom, a kollégákat reklámozhatom a kulturálon, szóval azt mondjuk, hogy szegedi kortárs balett, és nagyon bízom abban, hogy hamarosan, hogyha kimondjuk, hogy Székesfehérvár, sok minden más mellett, akkor hozzátesszük azt, hogy Székesfehérvári Balettszínház. Egy alkotó, kreatív művész ember számára azért mondhatjuk azt, hogy ez egy roppant izgalmas időszak, nem? Nagyon, nagyon, nagyon mindenféleképpen az, mert hát most nem szeretnék nagy szavakat használni, de kénytelen vagyok. Éppen Krisztina mondta azt valamelyik nap, hogy ez a pályádnak a zenitje, vagy lehet a zenitje. Mert nagyon sok mindent csináltam már életemben, több társulatnál különböző minőségben dolgoztam, és vezettem társulatokat, de valamit létrehozni hát úgy mondjam, hogy semmiből, tehát valami felé elindulni, úgyhogy nincs előélete még egy adott helyen, az mindenféleképpen egy nagy kihívás egy művésznek, azt gondolom, és így a számomra is. Mitől lesz más az a forma nyelv, amit a Székesfehérvári Balett Színház beszél a többitől? Hát talán annyiban, egyébként olyan típusú táncszínház, mint amit én képviselek, és amit szeretnék Székesfehérváron meghonosítani, létezik a világban. Nem nagyon szeretnék hasonlatokat mondani, de hát mondjuk bátran és büszkén mondhatom, hogy ahol én tanultam, vagy tanulmányokat folytattam, és bizonyos értelemben mintául tekintem, az a Holland Táncszínház, a Nederlanden Theater. Egy ilyen típusú táncszínházat gondolok, vagy képzelek el. Természetesen minden alkotó
jó esetben, aki mondjuk vezet egy társulatot, az meghatározza a társulat arculatát. De ez nem kizárólagos, és én nem szeretném, hogy kizárólagos legyen. Vannak olyan táncműhelyek, ahol kizárólagosan így működik, mondjuk az egyik ilyen legnagyobb volt a Bezsár társulat, ott más nem is koreografál, csak a Maurice Bezsár, nem is akárhogyan. Ez szemlélet kérdése. Én nagyon szeretném, hogyha sokszínű lenne a repertoár. Amellett, hogy én nyilván a munkáimmal meghatározom, vagy meg fogom határozni a balettársulat arculatát, de szeretnék olyan kortárs koreográfusokat meghívni Magyarországról is, új tehetségeket is felfedezni, illetve a világ, illetve a nemzetközi táncéletből, mint például Jirzsi Kilián, mint például Alexander Ekman. Ezek nagyon nagy nevek a nemzetközi táncéletbe. Szeretném őket idehozni. Nyilván ez egy több éves folyamat. Azt fel kell építeni egy társulatot. Most még nagyon elején vagyunk ennek, de nagyon biztató jelek mutatkoznak. Ugye van négy aktív, professzionális táncos, akik már részese itt a csapatnak, illetve van két fiatal, akit említettél is, tehát így mondhatjuk azt, hogy 6 fős a társulat. Mi a terv? Nagyjából hány főre számoltok majd, hogy hány tagja lesz majd a társulatnak? Hát szeretnénk oda eljutni, hogy cselekményes baletteket is lehessen játszani, már pedig ahhoz karakterekre van szükség, és ahhoz létszámra van szükség. Tehát a cél az, hogy eljussunk oda, hogy 16 fővel tudjunk működni. Egyébként az általán korábban vezetett társulat vagy társulatok ehhez mért létszámmal működtek. 16 fővel már lehet cselekményes baletteket, magas színvonalon kortárs baletteket bemutatni. Szeretnénk oda eljutni. Már most egyébként vannak nagyon sokan jelentkezők, akik ösztöndíjasok szeretnének lenni. A társulatban, ami növeli bizonyos cselekményes dalataknál a létszámot, és hát majdan egyszer szeretnénk oda eljutni, hogy oktatást is meghonosítsunk. Tehát utánpótlás nevelés is történjék, mint ahogy más városokban történik. Szeretnénk, hogyha lenne egy művészeti iskola, ahol balettet, kortárs táncot oktatnak, és gyakorlatilag egy utánpótlás kinevelése is folyhat a városban. De akkor ez az egész társulatnak egy ilyen roppant izgalmas időszak, meg nagy felelősség is talán, nem? Igen, igen. Most sokat dolgozunk, hogy összeüsszünk a célja, mert ez most fontos, hogy ilyen kevesek ember mutatjuk a legjobb, és utána még se lesz egyszerű, hogy többet leszünk, és akkor jobban kell dolgozni, meg más felé koncentrálni. Egyébként most így a nézők nem látják azt, hogy te a próbán mennyire határozottan, mondhatni vasmarokkal igazgattad a csapatot, mutattad a fiúknak is, hogy mit kell csinálni, akkor te is ilyen szigorú szemlélettel dolgozol? Hát muszáj, nem szigorú, de muszáj ez, mutatni pontosan. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert külső szemlélőnek tűnhet úgy, hogy ez egy katonás drill, közben nem az. Ez egy disziplína, tehát nem lehetséges. Mint ahogy egy artista trapézon, ha dolgozva, és több méter ott van alatta, ha nincs egy megfelelő disziplína, nem kapja el a partnerét, hát ott tragédia történik. Ugyanígy itt is egyébként sérülés is történhet. Fizikummal bánni ilyen szinten, azon a szinten, ahogy a mi táncosaink dolgoznak, megköveteli a disziplinát. Arról nem is beszél, hogy ha egy magas művészi színvonalat szeretne az ember elérni, már pedig mi azon dolgozunk, ahhoz azt nem lehet disziplína nélkül. Ezt tudják a világ összes helyén a táncművészek, akik reggel fölkelnek, és ott állnak reggel 10 órakor a rúdnál, csak azért, hogy egy próba elindulhasson, az a másfél órát kell minden nap gyakorolni. Balettórával indulunk. A repertoáron klasszikus balett nem szerepel, nem is cél, nem is lehet, mert az egy sokkal nagyobb létszám és teljesen más struktúrájú társulat, vagy formáció, vagy együttes szükséges. De a technika, a balett technika nagyon fontos, mert egy olyan koordinációs rendszert ad, olyan izomzatot ad, és még sorolhatnám, még mit ad. Mint ahogy egy zenésznek hiszem azt, hogyha kortárs zenét is játszik, nem árt, hogyha magasan képzett a klasszikus zenébe, ugyanez vonatkozik a néma hangszerekre, a testekre, tehát azokat is karban kell tartani, és az bizony reggel 10 órakor egy balett gyakorlattal kezdődik, aztán egy hosszú próba folyamat, az 2 óráig tart, és a mi esetünkben ugye 4-től 6-ig majd folytatódik a próba. Tehát ez egy nagyon
nagyon komoly disziplina, és magán a próbán is a jelenlét nagyon, nagyon fontos, hogy milyen minőségben van jelen egy művész, és hát ez jelenik meg, hogy itt tartani kell a... De ez emögött mind a szeretet van, és a táncosok ezt elfogadják, nem, hogy elfogadják, igénylik, mert tudják, hogy ez egy cél elérése irányába megy. Tehát ez egy nagyon érdekes és izgalmas munka. Nyilván ez egy ilyen kis kulisszatitok volt, hiszen a nézőknek sincsen lehetőség minden nap betekinteni egy ilyen próbára. Egyébként ez cél a jövőben, igen, hogy szeretnénk tartani úgynevezett nyílt napokat, ahol egy bizonyos napon, a hónap bizonyos napján meghirdetjük, lehet jelentkezni a nyílt napokra, és részt vehetnek az érdeklődők, én úgy mondom, meghívjuk őket a konyhába, az étteremnek a konyhájába, hogy hogy készül az a kulturális kulináris, tehát hogy készül egy balettársulat, ami semmi más művészeti ághoz nem hasonlítható. Úgyhogy ilyet szeretnénk a jövőben mindenféleképpen. Szerintem egyébként lesz is rá érdeklődés. Hát az emberek szeretnek benézni az ajtó mögé. Én mindig kíváncsi voltam gyerekkoromban, talán ezért is kötöttem ki a színháznál, de így a konyhára is maradjunk ennél például, tehát mindig érdekelt, hogy mi van a függöny mögött. És amikor készül egy új premier, akkor nagyon izgalmas, mert előre látják valamit kostüm előre nélkül, meg világítás nélkül, és ez nagyon más nekik. Igen, más élmény, meg más hatás. Én egy kicsit még visszakanyarodnék itt a március 22-ére, ami megint csak szerintem egy ilyen klassz dolog, amikor mondjuk ilyen fúzióban van az ember, és a társművészetek is bevonásra kerülnek. Na most ez a Bla 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 című bemutató napon esten is így lesz. Igen. Nagyon fontos, hogy mi egy nagyon-nagyon intenzív és nagyon jó befogadó közegbe érkeztünk. Köszönhető az Alba Régia táncegyüttesnek, nagyon nagy múltú néptánc kultúrát ápoló táncegyüttesről beszélünk, talán az egyik legjobb, hanem a legjobb ebben a műfajban, amit találunk az országban, és nagyon komoly munka folyik, és nagyon komoly helyen próbálnak, ugye a táncházról beszélünk, minket oda befogadtak, ott próbálunk, ott dolgozunk, és egy nagyon jó baráti kapcsolat és munkakapcsolat alakult ki. Nagyon sok tervünk van a jövőre nézve, és ennek az első lépése a részünkről, hogy meghívtam a programra, Blablabla programba az Alba Régia Táncegyüttest, tehát ők egy nagyon erős néptánc blokkal fognak fellépni, és másik városban működő művészeti együttes a szimfonikus zenekar, az Alba Régia szimfonikus zenekar, a zenekarnak egy vonós négyes szekcióját hívtuk meg, úgyhogy nagyon örülünk neki, mert velük is tervezünk, elárulhatom, közös estet, például ha a diótörőt sikerül bemutatnunk, akkor az komoly lesz szimfonikusokkal. Akkor én így szeretném, még erről ugyan nem tárgyaltunk, vagy mondjuk a majoristának, hogy nézze az adást. Nézze az adást, itt ült előttünk, tehát, de nagyon jó viszonyt ápolunk Istvánnal, úgyhogy biztos, hogy sor kerül arra, hogy asztalhoz üljünk, és megbeszéljük, hogy milyen lehetőség nyílik arra, hogy mondjuk egy diótörőt közösen tudjunk bemutatni. Úgyhogy őket is meghívtam, elfogadták a meghívást, nagyon örülünk neki, nagyon megtisztelő, úgyhogy azt gondolom, hogy elég színes program várja a nézőket 22-én. Én sok sikert kívánok nektek ehhez a munkához. Köszönöm. Hát nagyon szépen köszönjük. Köszönöm, hogy itt voltatok. Mi köszönjük a meghívást. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket. Paletta Kulturális magazinnal egy hét múlva kedden este várjuk majd önöket itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra, kellemes időtöltést!